Szeptember 1-től fogadja majd a látogatókat Magyarország első állandó dinoszaurusz kiállítása és oktatóparkja, a Dino Park, a Köki bevásárlóközpont tetején lévő kertben. A paleontológusok segítségével tervezett és összeállított oktató és szórakoztató parkban 25 helyszínt alakítottak ki, és 80 kisebb-nagyobb dinoszauruszt állítottak talpra. Az itt kiállított életnagyságú dinoszauruszok közül 30 mozgatható, majd egy éven át készültek, és 5 kamionnal utaztak jelenlegi kiállítóhelyükre. Gajda Péter polgármester a bemutatón arról beszélt, hogy 2011-ben a Köki építése és nyitása előtt sokan sokat vitatkoztak arról, kell-e ekkora bevásárlóközpont ide, a két kerület határára, lesz-e forgalma az üzleteknek, lesz-e vendég a szolgáltatóknál. Nem lett igazuk a kételkedőknek, mert a Köki évről évre fejlődik, növekszik a látogatottsága, egyre szebb a környezet. És most itt lesz ez az egyedülálló produkció is, amely biztosan sok-sok érdeklődőt vonz majd, tette hozzá a polgármester.